Hatáplán, Szentkereszten ünnepség volt. Két oka van a mai ünnepségnek, egyrészt egy községi szintű, másrészt egy országos szintű megemlékezés. 1956. október 23-a a forradalom ünnepe, másrészt pedig Táplán Szentkereszt egyesítésének az ünnepe, mivel hogy 1939-ben egyesült két község, Táplánfa és Szentkereszt, ebből lett a mai Táplán Szentkereszt. És 9 évvel ezelőtt úgy döntött a képviselőtestület, hogy ezt egy községi ünnepségen minden évben megünnepeljük és megemlékezünk arról, hogy elődeink milyen jó döntést hoztak, amikor ezt a két falut egyesítették, és így mondhatjuk el azt, hogy ma Táplán Szentkereszt Vas megye második legnagyobb lélekszámú települése. És ebből az alkalomból volt itt ünnepség, itt a község iskolájában, a sportcsarnokban, amit 8 évvel ezelőtt építettek. Ez egy 1000 négyzetméteres nagyságú sportcsarnok, amire nagyon régóta vágyott már a község fiatalabbja és idősebbje is, és ez alkalmas arra, hogy nem csak sportrendezvényeket, hanem községi ünnepségeket is rendezzünk itt.